Nagymamám mondta mindig ezt, akkor mérges. Hogy azt a leborult szivar végig. És állunk. És menjünk vissza oda, ahol egyszer már voltunk. És sötét van. Még ha beállnánk, de csak állunk. Szóval, amit láthatatok, az a hazautunk volt Brüsszelből, ugyanis ma elmentünk Csengével és Bellával, hogy megnézzük Belgium fővárosát, és igen, kicsit hosszabbra sikeredett a visszaút, mint terveztük, úgyhogy közben be is esteledett, és szerettem volna elmondani, hogy miről is fog szólni ez a mai videó, mert egy kicsit lehet, hogy randomnak tűnik, de ez azért van, mert az is, és egyébként pedig már régóta szerettem volna egy ilyen videót csinálni, amikor csak megörökítek pillanatokat egy esténből, méghozzá egy olyan esténből, amikor iszunk. Úgyhogy igazából ebben a videóban azt fogjátok látni, hogy milyen egy lányos esténk Lővenben, és fogunk fogyasztani egy kis alkoholt, csinálunk forraltbort, meg pezsgőzünk, úgyhogy igazából meglátjuk aztán, hogy alakul még az éjszaka. És vasárnap van, holnap nincs sulim, mármint, hogy lenne, de mivel itt vannak ők vendégségben, ezért nem fogok bemenni amúgy sem. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire van ilyenkor éjszakai élet itt, sejtem, hogy mindig van egyébként, úgyhogy ezt majd meglátjuk. Yep. És most ők egyébként hazamentek a szállásukra, én ide jöttem a saját szállásomra, és időközben pedig Réka is hazaérkezett Svájcból, szóval ő is fog hozzánk csatlakozni a vasira és az iszogatásra, úgyhogy ezt fogjátok látni. A vacsi egyébként fokhagymás csirke lesz, szóval azt készítjük el mindjárt. Hát azért, mert mindenem megromlik, úgyhogy... Ez így annyira nem gusztam, hogy nem mindegy. De! De! Szóval ugye a Bibivel együttműködünk idén, és annyira jó fejek voltak, hogy küldtek ki nekem ilyen fehér borból elkészíthető forradból. Mert hogy, szóval, jól mondtam. Ő fehér borból tudott forradból csinálni, ugyanis van hozzá nyakán egy kis csomag fűszer, amit lehet belerakni. Úgyhogy most ezt fogjuk megcsinálni, szóval egy másfél liter forradból. Valamint van pezsgő is, ami most ilyen új dizájnos. Két üveg pezsgő. Úgyhogy nagyon jó. Yeah. Szóval köszönöm szépen, hogy támogatják az esténket. Köszönjük. Legyetek hálásak. Köszönjük, bébé. És olyan szépek ezek a pezsgők, nem? Köszönöm. Hát de szívem, ez most hát ebből nem kell az összeset beletenni. Nem mondom, apukám azt mondta, hogy ilyen 3-4 darabot maximum. Hát ez jó lesz. Hát jó lesz, hogy mondjuk. Eleve van benne elvileg. Jó. És utána ezt így leszűrjük, vagy az nem lesz? Nem, nem. Azt nem, te fogod megdáksálni egy kis csillagot. Hát ezt megszoktuk is egy kis cint. Nagyon jól. Úristen! Úristen! Egy kis cintet beállom. Szifúza. Cint, azt is mehet. Nem csináltam fehér borból, forralbort. Szívaros borkocsát? Igen. Mert? Jó. Ja, amúgy elég van. Karácsony! Az illata alapján jó amúgy, szerintem. Most kártyázni fogunk, csak nem emlékszünk, hogy mit szeretnénk kártyázni. Most rákerestél a Wikipédia-n, hogy kártyajátékot? Nem, akkor a hollandkocsnak játszottuk, nem? Azt
Igen, nem csak ahhoz kettő pakli kéne. Egy, ez kevés. Jaj, jaj, jaj. Sok így lement az aljára. Szűri, szűri. De jó, hogy üvettem után. Még sok minden történtek volna az a Pesten, nem? Igen. Hát a mennyi alukát szegény édes, hogy ez egy bennek is meg amúgy idő után nehéz volt a fejemben. És így már letoltam magamra, hogy akkor most, hogyha alszol, akkor az asztalon aludj. Meg azt mondja, engem terjed a date-nek. Igen, de aztán kézzel megpróbáltuk fölhalászni az asztalra, amikor már vége lesz az egésznek, és akkor... A másik már körbefog, és a leghidegebb pillanatban is megtöri a jeget. Hát ez ugyanez, mint ezen. Hát ez kell. Senki te reklámat lenni. Te is jó. Oké, te is. Jaj, na. Még nem kóstoltam. Nyertem amúgy a kártyajátékban, csak kimondom. És miért lesz fel a miatt? Úgy kísérlem kell. Na ez a már, ez a legfegmább, legrendetlenebb. Igen. Igen. Ő szokott mosolyogni legalább. Hát olyan mű mosolyogás. Igen. Látjátok, hozzák a kajákat. Igen. De ő az, aki izé ott hagyja a répadarabokat, nem rágondoltál? Nem, a másik hagyta a répadarabokat. Aki ezelőtt jött? Igen. Igen? Szerintem igen. Nem. Jó, hogy mindig össze kell vetni, mert ugyanúgy néznek ki. Ah, nekik is amúgy, ők teljesen kipakolták a szobákat, tök itt, és amúgy nagyon vissza kell szoknunk, majd otthon, hogy ne beszéljünk ki mindenkit. Igen. Most így kibeszélünk mindenkit, aki nem érti a magyar nyelvet. Na, de hogy... De ne nézd már közben Réka, mert egy nem érti. Nem látom, te meg. Na, de mit akartam mondani? Ja, hogy teljesen kipakolják a szobájukat, és nekik ilyen francia ágyuk van bent, meg egy saját kanapé, saját bútor. Tehát ugye például ugye, akinek mondjuk van barátja, és akkor inkább itt lakik. Igen, hát aki tudnak, azok itt lakik az a srác. Tényleg, az minden nap itt van. Pedig elvileg egy-két éjszakát lehetne itt tölteni, hivatalosan. Én éhes vagyok. Nyugodjunk már. Jó. Itt akarom! Nincs vagy karamellem! Micsoda? De én a múltkor vettem. Akkor almás pite nincs. Szóval most elkészülünk, és aztán elindulunk az Audemars-ra, ami azt hiszem, hogy pont most kerestem rá a világ legnagyobb ilyen pubja, szóval egymás mellett a legtöbb kocsma és iszogatós hely van. De előbb elmegyünk a Mekibe, és előtt az eszembe, hogy a múltkor rendeltem a Mekiből, és megmaradt még egy pár dolog. Úgyhogy nem dobtam ki őket, szóval lehet, hogy megcsinálom ezt a kísérletet, hogy meddig bírják a Mekis cuccok. Csánat, hogy itt ilyen furán beszélek, csak mond beleharaptam a egy darab megmaradt negecbe. Érdekes. Szóval az csütörtöki, és ma vasárnap van. Az íze, az hasonló, az állaga kevésbé. A McChicken viszont így néz ki. Amúgy azért hagytam meg, mert nem is ezt rendeltem, hanem nem tudom, valamiért ezt adták nekem, egy szendvicssel többet, és ezért nem tudtam megenni, szóval nem vagyok én kajapazarló, csak tényleg nem ezt rendeltem. Így néz ki, össze van rajta fonyázva a saláta, nyilván. Viszont nem tudom, hogy a hús ez vajon milyen ízű lehet, meg hát a szósz, ez gusztustalan. Maga a zsomla is kemény. Kis fun fact, ilyenek vannak a szobámban, de talán jobb, hogyha kidobom őket. És amúgy meg indulunk. Igen. Ráadásul az egy Londonban ellenni, azt hiszem nagyon nagy. És ez meg tök jó kicsi. Megy túl drága. De elkezdtem félni, és nekem ez így egybeszerám volt ez a válasz. Jaj. Este úgy gondoltam, hogy jó, oké, én ide visszatudok jönni. Akkor vágj vele, hát. Nem jönni. Ez is a nő egy fiú miatt jövök vissza. Jelentőre. Persze. Hi. Nem garantálom, hogy emlékszik rá, de írhatok neki, hogy... De lehet, ha ugyanabban a pozícióba belehelyezhetek, mint a múltkor, akkor már be fog mondani neki, hogy jaj, ez
volt, mert valamilyen afférjük, ilyen német. Német csajjal is német valaki. Német. Hát amúgy ők hamar kérdőnál volt, szerintem. Gondolom. Mindenkivel kavartak ott a... Abban a társaságban? Azok mindenki ott egymással, igen. Tényleg. A Francisco meg a Regina, biztos. Jézusom. Nem lehetne, hogy randizunk ma este? Ez a szállásunk. Ilyen emberek laknak itt velünk. Nem mellesleg beindították tegnap a tűzjelzőt. Ja, persze. De tegnap itt is volt egy kép ezen az ajtón, de most már itt van. Most is volt, mielőtt jöttünk. Ja, mit a Bella lefotózott? Igen. Na, induljunk. Adok egy tanácsot a nézőknek. Vizet igyetek. Még az este, amíg alkoholt fogyasztotok. Nagyon... Akkora különbség van. Akkora különbség van, hogyha elég vizet isztok már éjszaka, másnapos legyen. De persze, ez csak... Csoda szép! Múlt héten meg túl voltak. Ja, igen, lehet. Köszönöm, most így. A randi elemzők. Újra próbálkoznak. Igen, most nem egy ilyen hasonlók. Láttam, hogy mikor abba hagyták, akkor a csaj ilyen nagyon ilyen. Ilyen, még egy gyakorolj. Így nézett! Bella szomorú. De én jöttem. Mindjárt lehet még kicsit. Ja, és most elmentek, mert csak nem találja a telefonját, úgyhogy most megkeresik. Szóval amúgy ez nagyon jó hely, ahol most átjöttünk. Pedig itt van a téren, ahol mindig jártunk. És nem tetszik. Nagyon jó. Meg ilyen, mint amik koktélozások, ilyen free, meg nem tudom, hogy így nagyon nagy budgetük van. De honnan? Mármint, hogy így... A végső állomás. Erre várt mindenki egész éjjel, ugyebár. Mi az, hogy szándék? Hívják! Kis különbség a két folyamat között. Ez nem megfelelő. De ez nem? Akkor megfreeze. Jó, de ezt csak otthon hívják, hogy Angliában is szándéjának hívják. És olyan kicsit akartál. És ez mi? Ez fagyi! Ez tele van fagyival, ember! Tehát nézd meg, mit nyertél! Hát ez a drágább is volt, baszta. Már pizsiben. Szóval megisztünk egy kört, és igazából visszajöttünk a szállásra, hogy filmezzünk, mert... Bezárt a hely. Hoppá! Ups! Upsi daisy! Na, szóval valamit fogunk most nézni.